akkor volt vicces, mikor kint voltunk az egész homokötestén. Az egészen. És amikor beültek rendőrök, azt mondták, hogy ez nem lehet igaz, hogy az egész maffia. Nem, mert az egészen, mink az egészen unokatestvérek, testvérek voltunk. A Jan testvérem kint volt mindakkor, mind a kettő. Menék, mamak kint voltak, ez mindenki. Egészen képzeld el. Azt bementünk. A mamankat bevitték, a nagyszülőnket, azt mondták, hogy maffia. Nagy kódultat minket. Jövőre nevettünk, anya. Ha tetszett, a rendőrök is kinevettek minket, kizavartak. Ha tetszett, bevittek engem, a két Jan testvéremet, őtet, a Jan testvérét, a Hilduskát. Mi még voltak, 14-en gyűltünk össze. 14-en. Bevittek, azt mink annyira nevettünk, nem féltünk végképp, mert nem, akkor nem zavartuk be. Nem merné azt tenni, amit mint. Hát bementünk, nyugodtan foglaltunk helyet, leültünk, ettünk. A fő bejárat elé leültünk, kitettük az ételt, azt ott ettünk. Kínáltuk, egyetek? A rendőrségnek a főbejárat előtt. Azt nem mertek semmit szólt, mert mi kínáltuk őket, mi kétünk tőlük magunknak cigarettát is. Mindent. Nem féltünk. Beszélgettünk. Amikor vittek ebbe a tranzitba, érted a Stefánról a Schotteringre, ott van az a nagy. Oda hozzak a tolmácsot. Igen. Az akkor ott is bent az autóba ugrolgattunk. Cigarét énekeltünk. Énekeltünk, a kocsi már nem feldőtt. A rendőrök olyan idegesek voltak. Mondtuk, hogy taxi. Nem féltünk. Hát, megadtak a büntetés, azt kiengedtek. Nem mondtuk a tolmácsnőnek is, hogy hát mi nem lopunk, nem ölünk, senkit nem ütünk le a pénzé, hanem tisztességesen leülünk. Aki akarad, aki nem. De a pénz nem is lett volna egóban. Nem, mert azt egyszer voltam úgy is, hogy őt nagyon-nagyon hideg volt, egy másik unokatestvéremmel, azt akkor még jó 6 hónappal ezelőtt, nagyon hideg volt, ezt tudom, hogy télen volt. Azt úgy dobtak, de csak a Kárplás Stefanon, ugye a Graberon meg a Kertner Strasszen. Azt úgy ültünk, azt volt nálam 75 euró apróba. Azt bevittek a rendőrök, engem meg az unokatestvéremet, azt neki is zsebibe volt, mert nekem is. Azt úgy mindent kiszedték. El akartak venni, azt én meg mondtam nekik németül, hogy ez így nem te ültél, ez így nem te szenvedtél, ez be a hidegbe én ültem, nekem fagyott be a kezem, de én így szépen neki, mondom, szépen add vissza a pénzemet. Az nem tudott szóhoz hogy jutni, én addig mondtam neki, vissza kellett neki adnia. Megmondtam, próbáld, kered, gyűjjél le, azt meg lassukod neked ad neki, ha adnak, tedd el magadnak. Mondtuk, hogy hát azért mink ültünk, nem te. Ezért mink fagyoskodunk. Én nem mondtam szemébe neki, azt nem tudott szóhoz jutni, muszáj neki visszaadnia. Én nem mondtam ott, nem halkán, hát ordítottam rajuk. Hogy hát vissza, mert ezt nem te ülté. Azt úgy szégyénybe is vissza kellett adni, mert mindenki csak nézett rajja, ki elkapott. Azt mondtak, hogy igaza van. Mondtuk, hogy semmi jogod, ahogy te elvegyed, utána meg te magadnak rakd el. Mondtam, hogy üljél, azt neked is tesz. De mondta neki, hogy adja a munkat, akkor dolgozok neked. Azt vissza kellett adni. És miért, ha most elmentették oldulni, vagy hogy egyedül ültök az utcán, akkor szüleitek nem féltetek? Dehogy is nem. Aggódnak, hogy mi van velünk. Ha ma nem hívjunk egy este őket, mert mindig, amikor befejezzük, mindig megyünk hinni rögtön. Akkor mindig mondja, hogy nagyon vigyázzatok. Én is szoktam hinni reggel, télbe. Azt mondja, hogy vigyázzunk nagyon. Bezártak engem ma kétszer börtönbe, kétszer voltam. Egyszer 3 napot volt büntetésem, utána meg 5 napot, még a Jan testém kiváltott 75 eurói. Fó, akkor nagyon rossz volt, hívtam haza, rítam nekik a telefonba. De én azt hallottam tőle, hogy nem lehetne szabad leültetni a büntetést. Hogy ahol nincs joguk, hogy bezárjanak. Nem tudom, hogy igaz-e. Hú, nagyon rossz. Nagyon-nagyon rossz volt. Először, mikor bezartak, pont születésnapomon. November 7-én zartak be, pont születésnapon. Még fel is köszöntöttek. Na, akkor engedjetik ki, azt mondja, hogy nem lehet. Bezart, még akkor valahogy elment, mert egy cellában voltunk sokan. Azt voltak magyarok is. Ők az utcán dolgoztak olyan. Azért zartak be őket. Azt készték tőlem, hogy mi zartak be. Azt mondtam nekik, hogy kódultam azt azért. Azt kinevettek. Azt mondja, hogy tudja azt mondja, hogy szép olyan vagy, fiatal vagy, inkább azt mondja, én nem dolgozol az utcán. Hát mondom, ma te van a testemmel, fogom keresni a pénzt, inkább kódulok. Utána, amikor bezárták 2 hónappal ezelőtt,
Akkor magámban voltam 5 napot egy cellában, egyedül. Akkor nagyon rossz volt. Ünötte akkor neki megbolondul. Most reggeltől estig csak rítam, semmi most. Még enni se kellett, semmi. Nagyon rossz volt.